Üdvözlöm a kedves nézőket, ez az idő is eljött, Borics Ádám podcastet indít. Olyan sportolókat szeretnék meghívni ebbe a adásba, akik szerintem valami értéket teremtettek, és motiválóak az emberek számára, és a mai két vendégem egy testvérpár, akik számomra nagyon motiválóak, és szerintem tényleg példaértékű, amit letettek életútjuk során. A mai vendégem Lőrinc Tomi, világ és olimpiai bajnok, testvére Lőrinc Viktor, világ és olimpiai ezüstérmes, sőt, Európa bajnokok, többszörös magyar bajnokok. Először is sziasztok, és köszönöm, hogy eljöttetek. Szia, Ádi, köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Nagyon örülök, hogy tényleg itt vagytok. Én már azért eléggé utánatok néztem az interneten, meg azért követtem a pályafutásotokat, de ha jól tudom, akkor Cegléden nőtetek fel, és gyerekként tudom, hogy Viktor, neked nem volt választásod a birkózás jött, de mégis hány évesen kerültetek közel a birkózáshoz? Engem túl hamar dobtak be, ugyanis, ahogy említetted, mindig elmondja, hogy nem volt más választásom, és már 6 évesen be kellett mennem edzésre, csak az volt a probléma, hogy bementem, és egyúttal ki is jöttem, de ez nem működött, úgyhogy szépen lassan bele kellett törődni, hogy nem lesz más út, és igazából azt mondanám, hogy 7-8 évesen volt az, amikor, de lehet, ezt nem is lehet komolynak mondani, inkább az, hogy már lejár az ember edzésre, és aztán végén meg tényleg itt ragadtunk. De honnan jött a birkózás? Családban volt valaki, vagy csak így random? Igen, voltak birkózók. Amúgy a Viktor megelőzte a korát, mert most mit látunk, hogy minden sportág megy az óvodába, ugye a tau sportágok már az óvodába elkezdik igen, a halászatot. Mi ezt már 30 éve elkezdtük vele, ezt a képzést, az óvodai képzést. Hát kudarcból kudarcba fulladtunk. De végül is egy úttörője az óvodai képzésnek, hiszen nem is nagyon volt még akkor ilyen kaliberű kisgyerek, aki már óvodásként ott rohangált, ha bár kb. Ugyanekkora volt, mert ilyen eléggé koravén gyerek volt, úgyhogy akkora volt, mint az iskolások. De igen, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy volt birkózó a családban, de az élsport, mint fogalom, az teljesen ismeretlen volt a mi családunkban, és igazából nem is ezért indult, meg nem így indult ez a sztori, hanem volt két eleven gyerek, akik le kellett kötni valahogy az energiákat. Az energiával. Így van, és mivel volt birkózó a családban, gondolom így szüleinknek ez volt a kézenfekvő, hogy akkor a birkózás irányába mennek. Hát szegény neki ugye, amint elmondta, nem tudott mit tenni, és amúgy én se akartam, mert vagy én is mindig mást akartam csinálni. Én amúgy élénken él bennem, hogy én karatézni akartam. Akkor biztos ilyen Bruce Lee filmekből, meg ilyenekből az jött, hogy én nagyon karatézni akartam, akkor mondták, hogy lehet, hogy akkor el tudnak vinni karatézni, akkor már focizni akartam, úgyhogy mindig más, amit akartak, de hát megragadtunk a birkózóterembe. Én amikor gyerek voltam, én is karatézni akartam, megnéztem a sok Bruce Lee filmet, és én úgy képzeltem el magam, hogy majd ilyen vízesés alatti meditáció lesz, meg ott fogom nyomni a kádákat, de aztán rájöttem, hogy inkább a sport része érdekel. Igen. És hogyan emlékeztek vissza erre az időszakra, hogy Cegléden kik voltak az edzőitök? Akkoriban még gondolom nem volt ilyen komoly célkitűzésetek, hogy akár mondjuk 6 évesen, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni, nem, de semmi. Ilyen heti 3 vagy 4 edzés, vagy hogy jártatok? Nehéz volt ez, mert bár azt mondhatnám, hogy egy motivált, megtervezett 4-5 edzésen fogsz részt venni, nem. Nekem az volt a, mondjuk úgy, hogy a szerencsém, hogy a nevelőedzőnk az kb. 400 méterre lakott tőlünk, és az volt a ravasza neki, hogy mielőtt elindult edzésre, bekanyarodott hozzánk, ahol laktunk, és ott volt egy játszótér, aha, és hát oda nézett, hogy én már elindultam edzésre, vagy éppen ott vagyok. Ja. És amikor úgy látta, hogy én nem indultam edzésre, akkor szépen odállt a kocsival, és betessékelt a kocsijába. Viktorkám, gyere, megyünk edzésre. Úgyhogy voltak ilyen kis érdekes dolgok az elején. De pont itt ez a benne a lényeg, hogy kell állnia valakinek ott mellettünk is. Például az én esetemben jó volt az, hogy nyilván a család, itt volt a Tomi, mi mentünk utána, de volt egy olyan nevelőedzőim, akik tényleg odajöttek szabályosan, megfogtak és beraktak a kocsiba, és vittek edzés. Ez mind kellett ahhoz, hogy szépen lassan ez komolyá válna a mi életünkben. És mikor vált komolyá, úgymond a maga a birkózás, hogy amikor felkerültetek Budapestre, akkor tudatosult bennetek, amikor már gondolom megnőtt az edzésszám, hogy
komolyabban szeretnétek a birkózással foglalkozni, vagy nem tudtok pontosan mondani? Hát nekem nagyon nehéz döntés volt, hiszen engem felvettek 8. koromba cukrásznak. Jaj, ezt is láttam, hogy... A cukrászpálya nagyon mérlegre kellett tennem. Látták a szüleink, hogy hát nem lesz semmi, úgyhogy a Tominak el kéne menni a cukrásznak. És lehet, hogy most Michelin csillagos cukrász. A részben lehet, ott lehet, hogy van Michelin cukrász. Hát nem, kicsit visszacsatolva, igen, teljesen ilyen szórakozásnak indult ez az egész, és heti 3 edzésen vettünk részt, és az azért mind a kettőnkre el lehet mondani, hogy talán a Viktorról nem annyira, de én eleinte, hogy én szerettem versenyezni, szerettem nyerni. A Viktor az meg eljött edzésre már egy idő után, de ugye a versenyeket nem annyira szerette. Nála ez egy kicsit később kapcsolódott be, de amikor meg kellett jönnek a sikerek, amikor hogyan vernek, akkor úgy bár nem annyira szeretsz járni. Igen, de amikor jöttek az eredmények, úgy mind a ketten szerettük ezt a közeget, ott voltak a barátaink, jól éreztük magunkat, nem az volt, hogy vagy nincs az emlékemben ilyen, mint amit sok gyerektől hallunk, hogy hát nem szeretek elfáradni, hanem... Jól esett. Fú, nagyon-nagyon sok mindent csináltunk, és pörögtünk, és ott maradtunk a nagyok edzésén is, nem egyszer, szóval ez erről szólt, nem volt benne hivatástudat, nem volt benne az, hogy én nem tudom, ki akarok lenni. Nem emlékszem ilyen. Persze, gyerekként más azért. Ha volt is ilyen, maradandóan nem él bennem, hanem megjött 14 évesen ez a válaszút, ami szegény Viktornak ekkor se jött el, hogy 14 évesen ott vagy, hogy... Érzed most már a helyzetemet? Csak hogy kijön a feszültség a végén, azt hittem, hogy elcsatolni. Tanultam, hogy azt így kell védeni. Vállam fel, mélyvederesen. És jött, akkor indult pont tényleg, hogy az élet is úgy alakult, meg úgy alakította a dolgokat, hogy szerencsémre. Akkor indult a Mr. Tus birkozóiskola, amit dr. Hegedűs Csaba indított 2001-ben. Én 2001-ben végeztem az általános iskolába, és kézenfekvő volt, hogy mihez értek. Hát tanulni annyira nem szerettem. Sütés nem úgy ment. Az élesztő nem úgy működött. Így akkor kézenfekvő volt a birkózás. És akkor, de akkor se azért, mert hogy én majd nem tudom, mi szeretnék lenni, hanem abban a pillanatban sodródtam, igen, és ezt tudtam elképzelni magamnak, hogy ha valamit választom, akkor a birkózást akarom választani. És amúgy ilyen tehetségesnek tartottak, kinyilvánították ezt, vagy az elején gyerekként nem annyira volt sikeretek, vagy mégis nyertétek folyamatosan a versenyt, azért az edzőt mondogatták? Mind a ketten azért tehetségesek voltunk. A Viktor is, mikor feljött, már többszörös országos bajnok volt, én is, úgyhogy a tehetség az bennünk volt inkább. Hát ez egy óriási, te is végigmentél ezen az úton, ami ennek a nehézsége, hogy ebből a heti 3-ból, amikor felkerülsz a tudatos 8-9-be, és ott az iskola és kollégiumi rendszer, holott én azért egy nagyon független gyerek voltam, és ott beskatujázva, beszabályozva a nap minden percébe, az egy nagyon nehéz dolog volt, és ott az első 2 évem a pesti időszakban az, Szinte ilyen, nem tudom, az agyam törölte azt az időszakot. Nem tudok visszaemlékezni, mi volt az első nekem, 2 év. Nekem is vannak ilyen időszakok, amiket így úgymond nem is emlékeznék rá, hogy amikor én ugye kiköltöztem Amerikába, 2 hét után eltörtem a kezem, és ott voltam ugye, hogy végre kijutottam oda, ahova akarok, és akkor pont eltörtem a kezem, nem tudtam meccselni, nem tudtam edzeni, jó, jártam edzeni gipszes kézzel, de olyan, mintha én is úgy kitöröltem volna azt az időszakot az életemből. Ez érdekes. Mondjuk nálam, hogy mondtátok ezt, hogy ti gyerekként kezdtétek, ugye? Nálam ez elég későn volt, én 16 évesen kezdtem, és én mindig azt gondoltam, hogy valaki gyerekként kezdi, akkor az hamar kiég, akár én 20 akár hány évesen, de itt vagytok az élő. Hát van rá példa, erre van rá példa, amit mondasz. Nyilván ezt megfelelő tudatossággal és tervezéssel lehet csinálni, de azért... Én azért tudtam tudatos lenni, mert nem 6 évesen kezdtem el sportolni, hanem később. De figyelj, nekünk a sport az nem, tehát az nem hivatás, az egy imádtuk, és... Egy idő után imádtuk, meg volt időszak, hogy imádtuk, volt, hogy nem, de hogy nem volt az a ráfeszülés, tudod, nem volt a szüleinktől az az eredménykényszer, az élsportoló nevelés, mint látom sok gyereknél, hogy élsportolót nevelünk belőle 10 évesen, 11-12 évesen. Igen. Nekünk ez nem volt, hanem
hanem tettük, csináltuk, jók voltunk benne, jó éreztük magunkat, akkor kikaptunk, sírtunk, aztán mentünk tovább. És ez a tudatosság, ez nekünk is itt a pesti években kezdődött el. Viktornál ott szintén hamarabb, mert ő már 13 évesen feljött. Becsöppentem, igen, a pesti életbe. Ellenkezőleg pedig nekem annyira jó volt, ez én bekerültem, én nem tudom, imádtam ezt az egészet, ezt a kolesz életet. Szívesen. Az, hogy... az út is ki volt taposva. Hát, valami osült, tehát tényleg. Én ezt nagyon-nagyon szerettem, én ebből belerázottam. Nekem az volt a furcsa, ahogy elindultunk például a cimborákkal, és hogy telt az idő, az évek alatt, hogy tudod, fontosan koptak el, hogy az első évben egy esett ki, másikban még egy, és ez úgy volt, hogy eleinte elmentünk edzésre négyen, következő évben csak hárman, az utolsó évben úgy volt, hogy nem együtt kellett mennem a táskámat, és együtt kellett mennem. Nekem inkább az volt rossz, amikor tényleg úgy eltűntek tudod a cimborák, mert eleinte ez fog meg, amikor feljössz maga a közösség, maga a közeg, és kialakulnak a barátságok, és szeretsz jönni. És amikor ez így, tudod, így kezdett így lemenni, akkor volt ez egy kicsit olyan, hogy olyan nehézkes volt a dolog, de hát aztán megint csak azt mondom, hogy kinek köszönhetem a dolgokat, hát persze, hogy tudom, hogy mindegyik kamera be van kapcsolva? Szerintem, jó, igen. Oké, köszi. Ja, értem most leeset. De amúgy így, azért ti egy nagyon különleges testvérpár vagytok, mert azért együtt edzettetek, most nyilván egy tesó az mindig együtt van, de ti meg extrán együtt voltatok, hogy együtt jártatok edzeni is, de azért voltak ilyen össze... veszélyesek, ki eszi meg az utolsó palacsintát. Emlékszel veszekedésekre? Nem. Én sem. Most, hogy valahol. Minden héten. Hát ez egy kemény házasság a miénk, szóval nyilván egy testvérpár azért tényleg sok időt tölt amúgy is együtt, de egy idő után azért szétválik valamilyen módon az életük, és nekünk nektek viszonylag, nem. Amúgy viszonylag a miénk nagyon hamar szétvált, mert ugye én 14 évesen Pestre költöztem, ő akkor még 10 volt, és akkor ő járt az általános iskolába. Egy 2-3 év eléggé eltávolodtunk egymástól. Nem menekültél el, hát nem utána. Aztán jött utánam, és akkor ott megint össze voltunk zárva, utána én leérettségiztem, és felnőtt válogatott lettem, akkor megint volt egy kis időszak, amikor külön, szóval ilyen hullámok voltak, de hát sajnos az út, vagy hát sajnos, vagy nem sajnos, az út utolsó 10 év az ugye együtt volt, és hát amikor együtt vagy valakivel a hét minden napján, minden percében, minden órában, a jó kedvedbe, rossz kedvedbe, a fáradtságba, nyilván vannak surlódások, de én úgy gondolom, hogy amennyire idegesített engem, annyi... és fordítva. Annyi pozitívum is volt benne, mert tényleg a nehéz pillanatokban, mikor kivitte a táskát, igazán, amikor fogyasztottál. Igazán nagy, el tudod mondani mindenki. Nagy szükség van valakire, akkor más az, hallom, amikor más az, amikor egy testvér, egy családtag nyújtja a segítő kezet, ez egy sokkal nagyobb érték, sokkal jobban ott voltunk egymásnak a nehéz pillanatokban, mint aki ott van egyedül, és akkor oda megy hozzá a haverja, vagy oda megy az edzője, azért más, mint mikor a testvéred tölt fel, lelkileg húz ki a gödörből, vagy éppen valamilyen másfajta. Hát igen, erről segít. Majd később is beszélünk ugye az olimpiáról, de azt akartam megkérdezni, hogy mikor lett Viktor nagyobb, mint te, de most csináltunk egy gyors mérlegelést, és most megint megváltozott a dolog. Azt mondtad, hogy erről nem beszélsz. Azt akartam kérdezni, hogy milyen érzés volt, amikor erősebb lett, mint te? Hát... hogy mondjam, ez a kezdjük pillanat. Az elején. Ez a pillanat amúgy a mai napig nem jött el. De... ezt a választ vártam. De hát most pontosan nem is emlékszem, hogy mikor hagyott le, de ilyen junior korú lehetté szerintem. Én meg ilyen fiatal felnőtt valahogy így, mert akkor én 66 kilóba versenyeztem, igaz, onnan fogytam, ahonnan ő 74-re. De valahogy ott lehetett, és jó sikerült a váltás amúgy, mert nem nagyon kaptam vissza, amit adtam neki ilyen testvérharcba, úgyhogy annak azért örülök, és köszönöm. De... Az első köszönöm szerintem megtörtént, és rögzítettük. És fenn van, és sokszor kérem bejelentem. Mert azért voltam én is a határon, nyilván feszegettem én is, ő is annál sokkal többször, de hál' Istennek tényleg a nézeteltérésen kívül ilyen testi összefeszülés nem volt soha. Nem. Eddig. Hát ugye kicsit engem érdekel ez a, ugye én más sportágban vagyok, de a ti edzésetekre vagyok azért kíváncsi. Először is azt akarom megkérdezni, hogy ha jól tudom, most már aznapi mérésetek van ugye
De régebben előző nap volt, és előző nap este, vagy előző nap reggel, hogy volt a mérleg? És te mondjuk, amikor az elején 66-ba birkóztál, akkor sokat számított neked. A fogyasztásról szeretnék kérdezni, akkor engem kérdez. Hát itt a mellettem lévő úriember nem tud annyit mesélni róla. Mindig elszállt a súlya, nem? És az volt egyszerűen... Nem tudott odafigyelni. Nem volt fegyelmezett, elengedte a súlyát, aztán csodálkozott rajta, hogy nehéz a fogyás. Igen, itt mindig el kell mondani azt, hogy az én esetemben nem volt fogyás. Hát mert te fegyelmezett voltál, így, folyamatosan tudtam, hogy hova kell tömegelnem. Még adod alá lovat, hallod. Egy legendás fogyásom volt, amire senki nem emlékszik. Senki nem emlékszik. Itt is keresném majd az embereket, akik esetleg majd nézik és emlékeznek, jelentkezenek. Valóban egyszer fogytam 7,5 kilót. Nálam egyetlen egyszer volt egy nagyobb fogyás. Utolsó héten szoktam annyit fogyni. Igen, szerintem nem jó közegben mondom ezt. Úgyhogy én innentől kezdve ki is pipáltam a fogyás, úgyhogy át is adnám a szót a két nagy fogyasztónak. Meséljetek róla. Hát nem, igen. Most reggelente van a mérés. Reggel bemérsz, és akkor körülbelül egy 2,5-3 óra múlva már szőnyegen kell lenni. Akkor már sokat nem tudtam. Ez egy más kávéház, itt azért már ilyen nagyon nagy fogyásokat nem nagyon lehet bevállalni. Nincs is értelme, habár, de fiatalok még vállalják, és látunk is rá olyan példát, hogy a japán kisrác szerintem 9, egy 10-es lepatint. 9-et. Láttam két óra múlva meg összeveri a világot, úgyhogy 5 meccse van sorozatban. És tud regenerálódni megnyerte. És ezt tényleg ott láttuk, Tatán mértük le a srácot, rájutottuk, és 69 kiló volt, és megnyerte rá pár hétre az Ázsia bajnokságot 60 kilóba. Szóval, úgyhogy van egy-két példa, de azért ezt még fiatalon meg tud csinálni egyszer-kétszer, de ahogy nyilván telnek az évek, úgy ezt egyre nehezebben, és az én esetemben 10 évig birkoztam 66 kilóba, az első évet kivéve 9 évig fogytam rá, és hát a Rio volt a csúcsod, a 12 kilót fogytam 66-ra, de ezt nem lehet megcsinálni, addig lehetett, amíg előző este volt mérés, és a végén már ilyen 30 éves koromban egy évben egyszer meg tudtam csinálni, úgyhogy teljesítmény is volt mögötte, többször nem. Amikor már megcsináltam, lefogytam, de már nem tudtam azt a teljesítményt nyújtani. De azért az is meleg, mert előző nap este mértek, és másnap reggel már birkóztok. Azért nálam, én mondjuk utoljára péntek reggel mértem, 9-kor meg volt a 66 kiló, és szombaton este 10-kor bunyóztam. Az egy fokkal... Mennyire tudtál visszatölteni kávé, vagy nem mérted? Változó volt, de nem nagyon. Szóval, ha nagyon mondom, visszatöltöttem, nem is volt jó. Uh-huh. Viszont, ha nem sikerült, akkor se volt jó. Úgyhogy ez a ha 4 kilót úgy, hogy meg tudtam tartani, akkor jó voltam. Akkor, hogyha ilyen 70, max 71-jel tudtam kezdeni a versenyt, akkor a végére még lefogytam 2-3-at, mire a végére értünk, de akkor volt mögötte teljesítmény. Ha ez sokkal több volt, az se volt jó, ha sokkal kevesebb, mert volt olyan, hogy 68 kilóval kezdett, az... 4 kilót mennyit hízó vissza? 2 óra alatt? Vagy? Hát az annyi sima, igen. Jó, hát még fiatal. Ja, még fiatal. Igen, hát kb. Úgy, ilyen, ahogy lejövök a mérlegről, elindítom a stoppert, hogy mikor, mit kell innom, mennyit. Mert az elején nem kontrolláltam, és rossz volt a hasam, mindig tudod, hogy lecsaptam a löttyöket, de most már megvan, hogy elsőnek megiszok, mit tudom én, 75 decit, 75-7,5 decit, utána várok 15 percet, jön a másodikség, de ez mind idő volt, ugye nekem is az elején ezért volt össze-vissza. Mennyit töltesz vissza a meccsre? Hát az utolsó meccsemen, lemértek a keteresbe lépés előtt, akkor voltam 75,5. De hát ugye nekem van második. Semmi, majdnem egy tízest. Ja, majdnem egy. Sőt, hát 65,8-ra töltött, annyi volt a versenysúly a címmeccsen, 65,8, és 75,5 voltam. Szóval majdnem egy tízes. Már meleg lett volna mozognom, szerintem. De ha lett volna szerintem másfél napod, akkor simán neked is visszajött volna. De segített dietetikus téteket a pályafutás során, vagy inkább magatoknak raktátok össze? Volt, hogy dolgoztunk dietetikus együtt. Mondjuk úgy, hogy sportág specifikusnak kell lenni, szóval nem lehet kimondottan mondjuk ki ezt, hogy hétköznapi ember dietetikai táplálkozását. Nem, akár a sportoló is se. Szerintem se. Akár a sportoló is, azért mondom, hogy igazából megint erről tudok sokat beszélni, de átadhatnám nyilván a szót a Tominak, nem annyira vált be nálunk, szóval volt rá példa. Itt úgy gondolom, hogy az évek alatt, és amit beszéltünk, így megismered a testet, és tudod, hogy mi lesz jó neked. És ezáltal rakod össze az évek alatt, hogy mit kell bevinned, hogy reagál a tested, hogy lesz a jó. Hát a végére meg már tényleg
ő gramra pontosan, szóval lefeküdt este, és a Tominál mindig így volt a mérés. Mértem magam. Mérte magát. Mai napig mérem, csak nem mérem át már. Keze így beállította így, és akkor ugyebár ez a távolság volt, amiben 72, 74, 77, szóval hogy így, amikor nyílt neki így a keze, hogy ő már ennyire tudta azt, hogy este igen, mennyi. Mert én is azt, ugye így megyek össze, így igen, nagyon, igen. Amikor így nézem, hogy ugye nem vagyok annyival kisebb, de így oldalról így érzem én is. Amúgy az évek alatt nekem is kialakult, hogy tudom, hogy kb. Hány kiló vagyok, vagy tudom, hogy mennyit fogytam. Amúgy én is egyszer próbáltam egy dietetikust, és akkor így megnéztem, és így mondom, jó, hagyjuk a francba. Amikor sokan kérdezik tőlem, hogy hogy fogysz le, mondom, az nem biztos, hogy neked jó lesz. Nekem is évek kellettek ehhez, hogy kitapasztaljam. Régen még én is 74, 73, 72-ről is fogytam, és azt nehezebbnek éreztem mondjuk, mint most 77, 78-ról fogyok le, mert megismertem a testem. Tudom, hogy azt is érzem, hogy fogyok. Hogy mikor fogyok. Ha nem is állok rá a mérlegre, érzem, hogy fogyok. Igen, mi amúgy egy nagyon jó csapat, itt azért hozzátenném, hogy egy jó dietetikus csapattal dolgoztunk együtt, ahol tényleg volt szaktudás bennük, de szerintem, és ez a tapasztalat, hogy teljesen más egy küzdősportolónak, és küzdősportoló belül is más a birkózás, más az MMA, más a judó. Mi, ahogy beszélgetünk ezekre a dolgokra, teljesen más tapasztalatok, mások a visszajelzések, és aki ebben nem jártas, aki vagy nem csinált ezt a sportágot, és úgy lesz dietetikus, vagy olyan dietetikus, aki 10 birkozóval megcsinálta, és abból 5 tényleg tudta a csúcsot hozni, az számomra nem hiteles, mert amik az általánosságok, meg az olyan képletek, dolgok, módszerek, amik működnek, sportolóknál, nem átlagembernél, sportolóknál működnek, nálunk is működött. Szóval én azt láttam, hogy fú, izmos vagyok, len van a súlyom, rohadtul érzem magam, bocsánat, mert mindig azt mondták, hogy nem, akkor csinálod, jó, ha nem vagy éhes. Én mindig éhes vagyok. Ha eszek, akkor is éhes vagyok. És még olyan meleg nem volt egy nyáron se, hogy ne lett volna étvágyam. Szóval, tehát, nekem sem. Ha én eszem a salátát, vagy akár a szénhid erősen feldúzzasztott szénhidrátos, akkor is éhes vagyok, és nem érzem jó magam. Lehet fejbe jön ez, de teljesen mindegy. És azt éreztem, hogy jó a súlyom, tök jó volt a súlyom végig, izmos voltam, viszonylag energiám is volt, de teljesítmény nem. Szóval hiába csináltam, betartottam, és minden működött, nem volt mögötte versenyteljesítmény. Mikor úgy fogytam, hogy érzésre? Hogy ahogy ismerem magam, és ahogy csináltam, jó, igen, utolsó éjszaka könyörögtem a halálé, de másnap olyan voltam a szőnyegen, mint egy állat, és minden a helyén volt. Én is azt érzem, szóval, hogy amikor bonyolult. Megvan a fogyasztás, másnap visszatöltök, és mint egy szivacs, hogy így szívom magamba az erőt, és sokan kérdezik, hogy hogy fogysz le ennyit, mi a titok? Úgy szerintem ebben nagy titok nincs, egy nagy fogyásnál kinyomod a vizet. És igen, igazából... Igen, érdekes, hogy nálatok ez máshogy, mert te mondtad, hogy 24 órában mennyivel vagy több előtte? Még 24 órában? 5-6. 5-6, nálunk 5-6. Te szerintem hány héttel mérés előtt volt? Egy 5-6. Hét. Igen, nap. De hét nap. Nekem van másfél napom. Igen. Tehát, hogy én nem emlékszek, hogy úgy fekszek le nyilván, hogy arról álmodozok, hogy ilyen vízreklámokat álmodozok, hogy látom magam előtt, hogy öntik a vizet, és akkor tudod elképzelni, mint egy Pepsi reklám, hogy megy kifele a víz. Ismerős. De igen. Mikor felhívsz valakit FaceTime-on, kérlek, ezt csak húzd le egybe. Ne kortyold, húzd le egybe. Volt ilyen. Csak azért. Csak hagyj nézzem meg. Kimoltam, mondd el, hogy milyen. Kimoltam Rióba az olimpián, és felhívtam az egyik barátomat Rióból, hogy FaceTime-on, és jó, egy korsó sör volt előtte, és mondom, figyelj, ne kérdezz semmit. Csak húzd le. De nem bírom. Mondom, húzd le. Ha azt akarod, hogy jól legyek, fogod, és lehúzod azt a korsósört. Szegénynek meg kellett. Sajnos kiestem, de nagyon jó volt látni, hogy ahogy kortyolja, szóval ez ismerős. Te nem ismered ezt az érzést, de... Azt mondom, hogy jól látni, hogy volt a kezdet. Volt egy hét is feles, azért az már egy jó fogyás, nem? Vagy az már, az azt mondom, hogy az már kezdett. A belépő. Az belépő szint. A fogyásba. Belépő nálam szint. Ez egy ilyen rituálé is vált, hogy amikor érzem, hogy fogyasztok, akkor tudom, hogy jön a harc. Mondjuk azért nálatok sokkal sűrűbben van verseny, most nekem évi 2, max. 3, tudod, így nincs úgy megszokva, hogy megyek versenyre. Nyilván most azért nem tudom egy évben hány versenyetek van, de nem tudnék ennyit fogyni,
ugye egy hét alatt, mert inkább egy hét alatt fogyom le az egészet. Általában 75-ig lemegyek kajával, és akkor onnan buf, csak a vizet kinyomom, és a testem nem bírná el, tehát nálunk a fogyasztás ez nem közben a vesémet érzem. Tehát ez nem működne nálunk. Egy ilyen 6-8 verseny van amúgy, körülbelül nemzetközi világverseny együtt. Most már úgy vagyunk, így van, 6-8 verseny, hát 8 verseny, mert 3 nemzetközi, meg a 2 világverseny, 8 verseny igazából. És az aktív pályafutás alatt heti hány edzésetek volt? Hogyan épült fel így? Tudom, hogy van alapozó időszak, meg minden, de mindig az olimpián volt a hangsúly, ilyen 4 éves edzéstervet írtatok, vagy hogy nézett ez ki nálatok? Nálunk mindig az adott versenyre készültünk, szóval például volt egy ilyen alapozó időszak nálunk, akkor megvolt az, hogy volt egy 5-1-es időszakunk is, ahogy főleg, amíg bekerültem a felnőtt válogatottba, ami azt jelentette, hogy 5-5 edzettünk egybe, következő pihenő voltam. Úgy nézett ki, hogy a héten mindig szerda délután volt a pihenő, mm-hmm. és a következő 5-5 meg megnyomtuk, és a pályafutásunk vége felé álltunk át a 3-1-re, ami mm-hmm. úgy nézett ki, hogy 3 edzés és 1 pihenő, és azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kettőbe vált nekünk, és mind a kettőbe tudtunk eredményt elérni. Hát ez nyilván az alapozó időszakról az egy nagyon nehéz időszak, és most pont a felnőtt válogatott tudom elmondani, mert hogy ugye már most már másik oldalon vagyok, nem az elszenvedője, és hát látom azt külső szemmel, hogy miket kell. Most te csapkodod őket ostorra. Igen, és komolyan neked, amikor kimondom ezeket a dolgokat nekik, meg amikor csináljuk a falatot, hogy be kéne állnom, hát nem is tudom, hogy bírnának engem rávenni, hogy én újra ugorjak neki egy-egy alapozásnak, majd számogattam múltkor, hát egy 10-11 alapozást megcsináltam a felnőttekkel, amikor igenis egy héten van 9 edzés, abban vannak többszörösen 10 kilométer feletti futások. Társas erősítés. Voltam birkózó edzésen. Akkor belekurtoltál ebbe. Igen. És azért, hát van, amikor túlszaladunk a 2 órán. Jó, a kommunista rendszer azért még most is jelen van, nem? A magyar tradíciót, nyilván változik a világ, változik a sport, de azért a magyar tradíciókat nem tudjuk eldobni, és nekünk mi azt valljuk, hogy mindenkinek többet kell edzenünk. És vannak alap dolgok, amit nem tudunk rajta változtatni. És mi ezt így is mai napig betartjuk, sajnos nekünk mindenkinek többet kell edzenünk, hogy a mi erőálló képességünk jobb legyen, mint a több nemzeté. Én azt vettem észre, hogy azért kötött fogásba ott nagyon számít az erő, meg az erőálló képesség, nem? Tehát, hogyha azzal talán le is tudod győzni a technikát is valamilyen szinten, vagy versenybe tudsz szállni. Mondjuk, hogy nem vagy olyan technikás, de sokkal-sokkal erősebb vagy, meg jobb az állóképességed, azért kötött fogásban nagyon számít itt a fizikai erő. Jól gondolom, vagy? Abszolút jól gondolod. Hát ilyen is, olyan is. Mondjuk ilyen. Úgy azt, hogy például megnézzünk minket. Ő egy... Tényleg egy halmozza az akciókat, szednél szebb akciókat, mondjuk a pályafutása vége felé átvette az én jó kis stílusomat. Voltak régen jó pillanatai. De eleinte voltak, szóval egy ilyen nagyon, azt látod, ilyen látványos mérkőzések, sok dobással, rengeteg technikai repertoárra rendelkező versenyző, még inkább én, amit te mondasz, hogy uh-huh. erre mentem erre a részre, hogy az erőálló képességem nagyon magas szinten volt, és csak az volt a meccs vége, hogy bebírtam darálni az uh-huh. ellenfeleimet. És én ezért szeretem a mi sportágunkat, és az a szépsége neki, hogy nincs egy fix út, hogy te eljuthatsz uh-huh. az eredményesség, hanem te több úton is eljuthatsz, nyilván meg kell találsz, hogy kinek mi fekszik. Uh-huh. Igen. Igen, én is így gondolom, hogy azért különbözőek vagyunk, különböző stílust képviseltünk, és igazából, hogyha egy magas szintet akarsz hozni, és tényleg a mai világban már a birkozásban, tehát olimpiai érmek, világbajnok legyél, nem elég az, hogyha csak erős vagy és bírod, nem elég nem, az, nyilván, ha... Persze. Tehát ezt te is persze, tudod, persze. Hogy vannak olyanok, akikre ránézünk, és akkor tudjuk, hogy jó, ettől nem kell attól félni, uh-huh. hogy majd beugrik egy válasra 5 másodpercnél, hanem ez ketté fog fejelni, és le akarja a húst tépni a csontomról, ez fog végig menni, de emellett lehet, hogy marha jó emel, vagy nagyon jó védekezik, vagy jó pörget, szóval, hogy nem volt elég az, hogy csak valaki egy vadállat, hanem... Persze, nyilván, hogy csúcsra akarsz jutni. Azért, és a legjobbaknál meg valahol ott van mindegyik skill, egy elég magas szinten. Hát nyilván az a bajnok alkat. Igen, az a csúcs, igen. És Magyarországon, azért Magyarország egy elég kis ország, de mondjuk amikor én kint vagyok, tudják, hogy a magyar birkózás az jó. Tehát, hogy nem vagyunk birkózó nagyhatalom, de azért mégis ott közel vagyunk hozzájuk, hogy szerintetek... Ez mitől van, hogy mégis ilyen eredményesek vagyunk egy kis országként birkózásban? Hát nagyjából, amit a Viktor itt elmondott, az,
az nagyon régóta és a mai napig jellemző ránk, hogy ugye... Mindenkinél többet. Hogy nagyon sokat edzünk, és azért járnak ide egy jó pár külföldi nemzet, és azok úgy mindig felkapják a fejüket, hogy mi van, hogy ez most tényleg ennyit edzetek, és hát mi is ilyenek vagyunk, hogy mi se hiszük el, de igen. És akkor tényleg két nemzet az, aki eddig meglepetést tudott nekünk okozni, a koreaiak, és aki a másik a... Rajtunk kívül sokat edzenek, hát a koreaiak igazából. Nem, van még valaki, de most nem tudom, lányos zavaromban nem jut eszembe, hogy azok jöttek ide, hogy ott mi is meglepődtünk, hogy ja, hogy még innen, még ezt tudjátok tovább fokozni. De most ott is egy nagyon nagy jólétbe fordult a világ, vagy nem tudom, mi történik ott, mert amennyire magas szinten volt a dél-koreai birkózás, most elég keveset mutatnak magukból. Szóval ez is az, amivel mi is harcolunk, meg a legtöbb ilyen európai ország, hogy azért a jólét az nem előnye ennek a sportágnak, hiszen itt tényleg annyiszor le kell győzni az embernek magát, és nagyon meg kell tanulni, meghalni a szőnyegen, és ahogy már nem az életedé küzdesz, vagy nem azért, hogy kitörjél valahonnan, valahova, akkor, és van B opció, nem is így gondolsz rá, meg nincs ez benned, hogy B opció, de amikor ott vagy, hogy tényleg mindjárt meghalsz, igen, és szó szerint meghalsz, akkor tudsz még egyet lépni, amikor tudod, hogy nincs más esélyed. És akkor villan be, hogy hát de akkor, hogyha ez most nem sikerül, nem gáz, mert majd apu, meg a... És nincs kimondva, csak nehéz. És erre is van ellenpélda, mert láttam erre is ellenpéldát, de ez a ritkább. Ez a ritkább, mikor mi is elmegyünk olyan helyekre, Irán, vagy annó Ukrajnába, olyan részekre, ahol nincs más lehet. Ott azt látod, hogy a gyerek is az életéjé küzd a szőnyegen, és ezzel kell felvenned európaiként, hogyha ő most ott nem nyer, akkor lehet nem kap enni, vagy ilyesmi. Ezt mi nem is értjük. És ahogy ugye egyre növekszik az életszínvonal, ez egyre több helyen azt látjuk, hogy a birkozásnak nem tesz jót sajnos. Én ugyanezt gondolom, ugyanez a mentalitásom nekem is, hogy én mondjuk szerintem elég későn kezdtem, és mondjuk én se olyan háttérből jövök, hogy lenne más esélyem, vagy hogy lett volna más esélyem, hogy kint is ugyanezt, nekem amúgy pont egy iráni volt birkózó a főedzőm kint, aki mindig azt mondta, hogy Hungarian horse, hogy engem lehet terhelni, hogy én, ez most nem nagy képűségből mondom, de ott kint nálam tényleg senki nem edz többet. Én minden egyes edzés végén ott voltam, engem ott úgy kellett kirúgdosni a terembe, hogy hagyd már abba, de szerintem ugyanez a mentalitás, szerintem pont akkor ezért vagyunk a birkózásban sikeresek, mert ez a mentalitás megvan bennünk, hogy tényleg nincs más esélyem, úgymond, meg hogy ez a munka terhelhetőség szerintem, ami mi titkunk lehet. A mostani generációban én se ezt látom, ez pont szerintem az, hogy itt is azért elég jó lét van szerintem ahhoz képest, mondjuk ha tényleg elmegyünk kicsit keletebbre, akkor mondjuk nehezebb kitörni, vagy akár most nézek tényleg ilyen mai MMA most keletről jönnek. Ha valaki szerintem onnan ki tud szakadni, tud kapni vízumot az MMA-ban, ott akkor itt átveszik a hatalmat azonnal. Igen. Tehát nézd meg az oroszokat is, hogy látod azokról az részekről, a Dagesztán és a többi olyan rész, nincs más lehetőség. Nincs. És velük kell felvenni a harcot, és akkor mondjuk a többieknek is, hogy amikor például nálunk ebben az évben kvalifikációs évünk van, ami azt jelenti, hogy a VB-ről kijuthatnak majd az olimpiára, és ezt mondom neki folyamatosan, hogy nem lehet hátradőlni, nem lehet egy nagy levegőt venni, hogy most megpihenünk. Nem tudjuk megpihenni, mert ők jönnek, ha majd nyilván az oroszok, ha majd egyszer megjönnek, hogy azok vért fognak enni, és tényleg úgy fognak jönni ellenünk, hogy amiről beszélünk itt, hogy nálunk ez az egy kitörési lehetőség van, és meg akarják mutatni, ennek ellenére azért tényleg fel tudjuk velük venni a versenyt, de hát nem lesz egyszerű. Igen, meg gondolj bele, hogy mennyire más az, hogy mondjuk van egy birkozó nemzet, ahol van több tízezer vagy több százezer birkozó, mert ilyen is van, hogy több százezer birkozó van, és akkor lemész egy edzésre, és akkor van ott minden meccs. Az... 10 Lőrinc Viktor, meg 10 Lőrinc Tamás, és minden meccs az életedért. Az életedért, igen. Ott nem kell 2-3 órát edzeni. Ja. Ott egy órába tudsz olyat edzeni, amit mi nem tudunk egy hét alatt se, mert mondjuk, hogyha van egy-két olyan edzőpartnered, akivel tudsz egy-két jó meccset, szóval nekünk ezért is kell sokkal többet tenni, mert ő egy óra alatt
Igen. Tud egy VB napot birkozni, és egy héten többször. Hát nekem az egyik egri barátom, Madarasi Gábort ismeritek. Sose hallottam róla. A birkozásról? Pedig mindig azt mondja, Madarasi... ismerem a Tomit, meg a Viktor. Hogy hívják? Madarasi Gábor. Madarasi Gábor. Jézusom, akkor nem is az a hosszú hajú. A hosszú hajú. A nagy darab? A nagy darab, a pocakos. Darab. A pocakos. A pocakos. Aki a kocsmán mindig elmondja, hogy birkózott. Kál madár ismeri. Madár, igen, igen, tudjuk. De ő mondta nekem, hogy például amikor Iránba volt, hogy verekedtek a birkózó jegyekért. Hogy erre nemrég beszéltünk. Komoly, igen. Hogy ez annyira jó szerintem. Én akkor kim voltam, és brutál volt, hogy amit te is mondtad, nem hittünk a számnak, hogy volt egy több ezeres stadion, ahol bejöttek az emberek, és mondtak, hogy le kellett zárni, ugyanis nem fért már be több ember. És kívül álltak, és verték az ajtót, hogy engedjék be őket a birkózásra. És komolyan, szabályosan verték az ajtót, és pont az 13-ban volt, és 12-ben nyert 3 darab iráni az olimpián, és bejöttek a csarnokba. És azt mondom se kell, hogy a több ezeres tömeg egyszer csak így megindult. És egy hát ki kellett menekíteni őket, gondold el, szóval nem is tudom, például olyat tudok mondani, mint hogyha most Pestre megjönne a Messi vagy Ronaldo, szóval hogy tényleg az emberek nem hinnék ezt el, és ez tényleg olyan volt, csak ez azért volt furcsa, ez mi sport, nem, hogy birkozás, hogy létezik. A birkozás ott egy olyan nemzeti sportág, hát hogy ott bekapcsolod az iráni M4-et, és nem a focival, ott minden a birkozással kezdődik. És azt látod a tévében, hogy a birkozó van a focista helyén, szóval, és a birkozás után jön a foci. Szóval, hogy elképesztő, ami őket övezi ott kint, hogy ők nagyon ott is mekkora, jó eredménység. Mekkora királyok, és hát mondom se kell, több millió iráni birkozó van. Mondjuk egy 80 milliós ország, de hihetetlenül, ahogy ott fel van építve, ahogy onnan, hogy oda jussál, hogy te felnőtt válogatott legyél, az egy olyan út, hogy mint ha tehát, majdnem, mint ha megnyerni egy VB-t. Aki már tényleg oda jut, az olyan, hogy az olyan. Tehát az nagyon rendben van. Ettetek már iráni kaját? Crispy rice? Én többször voltam már Iránba, sőt most legutoljára is voltam kint az akadémistákkal, és én a bárányt amúgy is szeretem. És nagyon jó csinálják, nagyon jó. És iszonyat jókat kajáltunk, és én abszolút szeretek oda járni, mert tényleg egy igaz, hogy egy tőlünk távolálló kultúra, de mégis egy tök jó ország, és mondom, ahogy ott a sportot kezelik, főleg a birkozókat, hát az meg számunkra ismeretlen. Én azért tudok így többet, mert hogy mondtam, hogy a főedzőm az iráni, és hát már Amerikában van 25 éve, és ő nagyon sokat mesélt erről, és most arra szoktunk rá, hogy minden meccs után iráni étterembe megyünk, és annyira megszerettem az iráni kaját, hogy valami elképesztő, de tényleg ez, hogy a birkózás az ott valami hihetetlen népszerű. Tehát, hogy milyen jó lenne, ha itthon is a küzdősport egy kicsit újra felkapottabb lenne. De mondjuk azért most itt volt a EB Budapesten, azért itt is elég sokan. Lenni, igen. Hazai világverseny az mindig dobra egy kicsit, meg nyilván az olimpia. Itt az olimpia, hát az... ami tényleg egy olyat ki tud hozni, hogy ott mi is meglepődünk, hogy mennyien követik. Nyilván ez jó lenne, hogyha mondjuk egy, nem csak mindig 4 évet kéne várnunk ezekre a pillanatokra, de hát reméljük, de hogy talán, ha nem így lenne, akkor nem is lennénk ilyen eredményesek, hiszen mi annyira olimpiai központú nemzet vagyunk, hogy ezáltal talán mi sportolók is ilyen olimpiai központúvá válunk, és tényleg mindent megteszünk, sokat megteszünk azért, hogy ott sikert érjünk el, és talán, hogyha ugyanilyen fogadtatása lenne egy EB-nek vagy egy VB-nek, akkor lehet, hogy nem lennénk ennyire sikeresek az olimpiákon, de jó lenne egyszer kipróbálni. Igen. Mégis. Igen. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek, de nekem, sőt biztos, hogy ti is így érzitek, hogy amikor viszem a magyar zászlót, akkor úgy érzem, hogy én nem csak magamért megyek harcba, hanem az országért is, és amikor mondjuk hazaérkeztetek az olimpiáról, akkor azért az a fogadtatás, ami titeket várt, vagy így mondjuk birkózó meccs előtt, mielőtt felmentek általában, mire szoktatok gondolni, vagy hogy motiváljátok magatokat, mik járnak a fejetekbe, vagy csak az, hogy legyen már vége, vagy mikor megyünk haza. Legyünk már túl rajta, mert szerintem az, aki azt mondja, hogy nem izgul előtt, az hazudik. Így van. Hogyha nem izgul, az nagy bajt jelent. Akkor már nem is érdekli, úgyhogy az se jó. Itt nyilván itt megvannak mindenkinek a maga kis rituálé, mire gondol.
Nyilván ezt tök jól elmondtad, ugyanis az, amikor egy sportoló az ászlót, nálunk úgy szokott lenni, ugyebár birkozásban, ha világverseny nyersz, akkor szaladhatsz a zászlóval körbe a szőnyegen, és akkor kapod ugyebár a himnuszt. És hát ez ami a belül úgy, uh-huh. úgy motivált, és engem is, amikor láttam ugye, gyerekként, van benned ez ugye ez annyira jó, hogy te is akarod, hogy igen. te is szaladni akarsz zászlót, és hogy neked húzzák fel a himnuszt, ez nagyon-nagyon jó, és ami jön utána, ide például visszakanyarodnék az olimpiára, hogy hazajössz, és ha az emberek kijönnek, és hogy fogadtak minket a repülőtéren, ahogy a városunkban mi is vidékről számolunk, Ceglédről, és ahogy megérkeztünk Ceglédre, egy 40 ezeres városról beszélünk, és mondhatom azt, hogy hát szerintem még... Azért Cegléden van valami több a vízben, ezerem. Nem? Igen, erről már többször kérdeztek, hogy mi lehet a ravasz Ceglédre kapcsolatban. Jött már egy pár sportoló, de hogy rengeteg ember kijön és fogadott minket, és a szeretetet, és mondták, hogy szurkolnak, és folyamatosan tényleg ott álltak mellettünk. Ezek mind nagyon-nagyon szép dolgok. A sportban ez valami nagyszerű. Hát most én is emlékszek, hogy ugyanúgy néztem a ti döntőtöket, sőt a párom, aki nem ért a birkózáshoz, ott szurkol meg, hogy mi az Isten, hadd gyerünk már, nyomja, de ez olyan örömet okoz az embereknek, hogy egy magyarnak szurkolni, vagy én nem vagyok egy foci rajongó, sőt nem is nézek focit, csak de ha magyar válogatott játszik, akkor gyerünk már, csináld, akkor én is nyilván 10 millió a foci szakértő egyből megszólal, de vagy akár MMA, vagy birkózat. Igen, 10 millió szövetségi kapitány. Én is mondom, passzolj már, de fogalmam sincs a fociról, de nyilván. Csak hogy ennek akkora ereje van szerintem, hogy azért mégis, hogy ez a sport az így összetartja a nemzetet. És igen, nálad annyiból rosszabb egy kicsit, hogy a hazai közönség. Hát. Hogy ez ami, hogy ugye bár már az megint nálad is más lett volna, mert nyilván érzed azt, hogy mennyien írnak, persze. mennyien követik a csatornádat, igen, de igen. az, amikor mondjuk Vegasban, nem tudom, volt-e meccsed, meg Chicago, vagy nem is tudom, hol szokott lenni a... Most Los Angelesben láttam, hogy mondjuk nekem például akkor New Yorkba bunyóztam, nekem ugye azt hozta meg az áttörés, hogy sétáltam be, és akkor nézek, balra magyar zászló, jobbra magyar zászló, szembe magyar zászló, hogy minden sarokban volt egy magyar zászló. Uh-huh. Nyilván nem sok ember volt, de éreztem meg. Én például hogy a honfoglalást használom bevonulásnak, aha. a zenének, és én amúgy az én rituálém az, hogy minden meccs előtt ilyen magyar zenéket hallgatok. Hogy mondjam, hogy ilyen érzelgős zenéket használok, nem tudod, mindenki azt mondja, hogy kemény repet hallgatsz. Jaj. Nem, és akkor ez bennem így erősítem magamba, aha. és szerintem ez nekem sok erőt ad, de nyilván én nagyon szerettem, ha megvan a cím, akkor mondjuk, hogy Bellator eljöjjön Magyarországra, és hogy itthon legyen az első címvédés. Igen. Azért a hazai közönség előtt, amikor itthon világversenyen bunyózhatok, azért az teljesen más, nem? Igen. Az a hangulat. Hát az hihetetlen. Azt nem lehet elmondani, nem? Úgymond ezért kérünk. Mind a kettőnknek ez megadatott, hogy hazai világverseny nyerjünk érmet, igaz, hogy nem ugyanazon, de szerintem ez így is rendben volt. Hihetetlen érzés tényleg, szóval minket ez nagyon feltöltött, szerintem mondhatom mind a kettőnk nevébe, de mind a ketten léptünk bele abba a csapdába, hogy össze, nem az, hogy összenyomott, hanem hogy túl akartunk teljesíteni. Uh-huh. Na Viktoron ezt láttam 18-ba, hogy ő is úgy túl akart, én meg ugyanezt történt velem 13-ban, amikor a 13-as hazai VB volt, akkor én Európa-bajnok lettem abban az évben, és tehát abszolút VB esélyesként indultam a pesti világbajnokságon, és tehát utólag visszagondoltam, meg átértékeltem a meccseket, hogyha felét birkozom, lehet, hogy messzebbre jutottam volna, mint úgy, hogy mindenkit meg akartam semmisíteni és gálázni a közönségnek, csak hát egy VB-n azért nem mindig jön össze. És igen. ezért 18-ban én már sokkal tudatosabb voltam, és készültem is mentálisan rá, hogy szívjam magamba azt az erőt, azt a tömeget, azt a buzdítást, de amikor meg felérek, akkor meg nyugtassam meg magam, és tényleg amit elterveztem, azt szerint haladjak. Nálam az utolsó meccsén is túl akartam, hogy jó, nem voltam 100%-os, de az nyomtam azokat a hülye úrótérdeket, mert kedvezni akartam a közönségnek, meg milyen jó sztori lett volna, ha azzal a híres elvált mozdulatommal kiütöm, és akkor úgy leszek világbajnok. Én is talán ezt kicsit túl akartam. De nekem tényleg nagyon nagy motiváció hogytok azért, hogy így mondjátok, hogy így nem úgy sikerült, akkor ott volt ugye Rio, és ugye az nem úgy sikerült, és ott olvastam, hogy Viktor húzott ki téged, hogy ugye már akkor úgy gondoltad, hogy... Már szerettem volna visszavonulni, nyugdíjba menni. De és hát nem Viktor, engedte. Viktor nem engedte. Nem engedte. Igen. És milyen hál' jól tette. Hál' Istennek. Igen, nehéz pillanat volt nyilván.
Hát ezért kapja az élet járadékon felét, de mindegy, most ebben nem menjünk be. Milyen a felét? Hát az egyiket teljesen. Az egyiket arról teljesen. Volt szó, nem? Az egyiket teljesen. Nem, hát tényleg ott egy olyan mély gödörbe kerültünk, de leginkább én szerintem, mert én tényleg úgy mentem oda, hogy ez egy utolsó. Ez egy utolsó. De akkor nagy... miatt gondoltad, hogy az utolsó? Hát igen, mert úgy azt láttam, ugye a körülöttem lévők, meg az elődök, hogy ez a 30-tól már ott utána nem nagyon van élet, mm-hmm. de most meg mit látunk, meg hol tart az élsport, hogy azért egyre többen tolódik ki ez az időszak, és tudatossággal, és sokkal profibb hozzáállása azért lehet éveket nyerni, amire régebben nem volt lehetőség, vagy talán nem úgy készültek, vagy nagyobb volt a rivalizáció, és nem lehetett megcsinálni. Fene tudja. Fene tudja, de ott, ami a Viktorral történt Rióba, nyilván őt nagyon megviselte, és majd biztos elmondja, de én abban meg én kikészültem. Szóval ott én annyira akartam, hogy neki is meglegyen az érem, és akkor mind a kettőnknek tényleg felkerült volna, igaz, ő még a pályafutása felénél jár, de már egy korona a pályafutására, hogy megvan az érem, és hogy ott tényleg nem elvesztette, hanem ott kivették a nyakából. Én teljesen kikészültem, csalódtam mindenben. Bennem konkrétan megvan. Azt mindenkiben. Pont Zsófival néztem, és nagyon nem ért a birkózáshoz, de és ott háborgott, meg szét akarta rúgni a de tévét. Ezt mindenki jelentette. Ezt feldolgozni azért nem lehetett. És egyszerű. Akkor úgy voltam vele, hogy nekem se sikerült, és már a súlyomat se tudom hozni, úgyhogy itt a vége. Aztán ő kezdett engem itt cseszegetni, meg piszkálgatni, meg motiválni, meg és akkor így elkezdtük ilyen rövid célokkal, aztán piff-paff, aztán piff-paff, elszaladt az 5 év, csak úgy elszaladt az 5 év, és akkor ott voltunk mind a ketten a döntőben a tokiói olimpián, úgyhogy... Azt tudjátok így, azt mondanátok életetek csúcspontjának, vagy a karrier, nem az élet, mert karrier nem azért, nem. Azért mind a kettőtöknek van már igen, család. Azért igen, azért a Rio után nem volt egyszerű, de azt, hogy mondjam, hogy miután megtörtént ez a bronz mérkőzés, nekem az motivált leginkább, hogy még egyből jöttek az újságírók, mert tényleg valahogy az látszott rajtunk, hogy nyilván el voltunk keseredve, de többen feltették a kérdést, hogy akkor itt a vége, és hogy akkor vissza fogtok vonulni, és elevától nem is értettem, hogy egy ide. Nekem is, hogy lesz még ebből a lábból valami le... Hát igen, mert... az ismerít, az innen. De ez tök jó valahol, mert egyből magadból is már elkezd dolgozni, azt, hogy néha van. De ja. Úgyis. Megyünk tovább, és csináljuk. És pont ez volt, hogy én éreztem, hogy régen ezt el szokták mondani, és pont nagy elődök elmondták, hogy egy kicsi hiányzott, de az nagyon. És nem ezt akartam, hogy ne ez legyen, hogy majdnem érmes lettem az olimpián, és egyből dolgozott az bennem, nyilván a dű, az elkeseredettség, azért sokáig bennem volt, de hogy több van bennem, mint az olimpia 5. hely, és ez vitt engem túl, és hát nyilván meg kellett még ez mellett győzni valakit is, aki nem hitt benne, hogy 30 éves kor fölött most súlycsoportot vált, és hogy meg tudja csinálni, mert ez valóban olyan ritka, ebbe úttörő, azt, hát hogy mondjam, hogy ezt meg tudta csinálni. Főleg ekkora úrás. De jó visszaigazolás volt. A következő évben már tudtam egy EB-t nyerni. A Tomi az új csúcsoportban bronzérmes volt a szerbiai EB-n, és így jöttek így ezek a rész sikerek, amit ő is jelzés. Mindig jól mondta, hogy mi sose ilyenek voltunk, hogy 4 évre múlva mi lesz a következő olimpiám. Nem. Mindig az adott versenyre mentünk rá. Ez a jó mentalitás. Én mindig egy-egy felkészülés, egy-egy verseny, és hogy tudod, ment, ez is kész. Oké, kipipáltuk. Jó, legyünk együtt egy világversenyen érmes EB-n összejött. Akkor ez legyen a VB-n összejött. Mi lett a következő? Legyen akkor az olimpián. És ha nem lett meg Rióba, akkor utána már tényleg ott voltunk, hogy akkor legyen meg Tokióba. Uh-huh. És ott azért tényleg, amit kérdezte az előbb is, ez volt a csúcs. Neki nyilván a döntő után pillanat, nekem pedig az, amikor döntőbe jutottam, mert az volt egy ilyen felszabadult, boldog hogy pillanat. Volt egy fél óránk, hogy mind a ketten döntősök voltunk. Az brutál jó volt, igen, hogy a Tomi ugyebár az olimpia, vagyis a döntő előtt volt egy fél órával, én pedig bejutottam az olimpia döntőbe, és akkor volt egy ilyen nagy mámor, de ezt megint könnyebben tudom elfogadni az én esetemben, mert tiszta körülmények között kaptam ki. Jött egy olyan ukrán versenyző velem szembe, aki aznap jó volt nálam, és így azt tudom mondani, hogy megtettem mindent, én is olimpiai bajnok akartam lenni, de sajnos ez nem jött össze. Igen, nekem is mindig az
azzal nyugtatom magam akár így a meccs előtt, hogy én mindent megtettem. Mindent megtettem a felkészülés során, és bennem az van, hogy mindent megtettem, ami tőlem telhető volt, de sajnos a körülmények a lábam miatt nem volt olyan, hogy tényleg azt tudjam menni, hogy mindent megtettem. Kihozod magadból a 100%-ot. Kihozod magamból a 100%-ot, és bennem is ez hogy még van bőven bennem, tehát hogy ez nem ennyi. És ugye nálam is, jó, MMA-ban kicsit azért úgy mondják, hogy ilyen 32-33, ami után már kezdesz lentebb jönni, de nekem ez a Tomi példája, hogy ugye 30 fölött is van élet, mind olyan nagyon idős emberekről beszélünk. Veterán kategóriában. Igen, hallottam, hogy már veteránban is indulhattam. Ja, indulhattam. Veterán VB cím. Olimpia után két hónapban indulhattam volna veterán VB-n, igen. Figyelj! Még egy veterán VB, érem, hogy nem érzitek már. Nem motivált annyira. Nem motivált annyira. De hát igen, úgy nem tudom, én azért ilyen reális embernek tartom magam, és mind a mellett, hogy volt azért egy-két jó pillanatunk itt egy-két. A pályafutásunk végén, azért mikor ott vagy egy olimpia előtt is, úgy átgondolod, hogy kik vannak a súlyba, oda behelyezed magad, hogy amúgy mire vagy képes. Azért én éreztem, hogyha itt most mindent jó elkapunk, akkor érem. Hát érem az reális. Elsőként. Én az érmet reálisnak tartottam, de az, hogy megnyerjem, úgy hát nem mertem volna azt úgy rábökni, hogy ebből, de te se, ne bólogassál, te se. Én nem, hát azért nyilván most hiába nem bólogatok, ő mindig ezt mondja, de ezek mutatták, hát előző évben világbajnok volt. És mondhatom, hogy simán. Az az éve, nekem nálam inkább úgy a mondanám, felkészülés hogy volt nehezebb. Nálam mindig azért kellett könyörögni, a felkészülés, csak ott ne történni a probléma. Kimegy a világversenyre, a végén már, most megnyerted a kvalifikációs VB 19-be, 20-ba ugyebár jött a pandémia, 21-ben megnyerte az EB-t, és 21-ben megnyerte az olimpiát. Szóval, hogy nálam mondom, azért kellett igazából imádkoznunk, hogy ne legyen sérülés a felkészülés közben, ami nyilván nálad, most tudod, hogy jól miről beszélek, igen, közben igen, jön igen. Egy olyan sérülés. Na, volt ott egy 3-4 olyan ember, aki ott bármelyikünk nyerhette volna igazából. Hát egy nagyon, szerintem az ilyen világélmezőnyi tényleg nagyon egy nagyon pici. Igen, nagyon pici kicsik döntenek. És szerintem egy kicsit szerencse is kell hozzá. Abszolút. Jó mondod. Nagyon akár nálatok fők sorsolás, hát ez nem mindegy, hogy milyen ágon jutsz bizony, oda. Az erőség, nem? Hogy jön meg. Meg eleve az, hogy tényleg hogy alakulnak a dolgok, hogy jönnek a meccsek. Aznap milyen, hogy ébredsz. Ez is közrejátszik. Szóval, hogy aki azt mondja, hogy nem, akkor ott megint elég nagy tévedésben van. Igen. Hogy most mindennek összekülön. Azt szeretem, amikor tudod, mondják, hogy a csúcsforma. Mondjuk el, hogyan tudod a csúcsformát kihozni? Bár hát ezt el tudnánk mondani. Akkor olyan, hogy professzorok lennénk, sőt nem is tudom, ami földön kívülek lennénk. Nincs ilyen, hogy te pont azon a napon, 4 évente, hogy te tuti, kihoz magadba a 100%-ot, de ez ami nagyon nehéz. Törekszel a jóra, meg te is ott vagy edzőtáborban, igen. Tudod, hogy mit kell csinálnod, de tudod, jön egy rossz szezon, nem úgy alszol. Mert azt hittem, hogy mondom, azért mindig mondják, ugye, nem tudom, ha nézek ilyen sok riportot, hogy 4 éve erre készül, ezért olimpia, hogy a picsába lehet 4 évre tervezni, hogy majd akkor legyen csúcsforma? Nincs ilyen. Ez hogy? De akkor jó, megnyugtatod. Akkor leszel majd igazán jó podcastes, vagy újságíró vénában megáldott, ha majd fel tud tenni azt a kérdést, hogy és milyen út vezetett, vagy hogyan sikerült megnyerned az olimpiát? Milyennek a receptje? Hát akkor ismeritek ezeket a kérdéseket. Igen, hát bárcsak tudnánk, akkor biztos nem mondanám el nektek. Amúgy nekem elmondta, csak úgy mondom, de szóval ha írtok e-mailbe privátba, akkor lehet, hogy akkor megmondom a titkot. Szóval borzasztó összetett, ezt te is tudod meg, aki ebbe benne van, az nem, az emberek nem tudják elképzelni, szerintem mennyi munka van. Hát hány évet birkóztatok végig? Hát én 7 évesen kezdtem, és hát 28. Veteránként hagyod abba? Igen, veteránként hagytam abba. 28 év, igen. Nekem is 25, úgyhogy rengeteg. Én úgy gondolom, hogy amit ti elértetek a sportban, az olyan, mint egy doktori cím. Most ugyanúgy mondhatnám. Hol a doktori címem? Vagy professzor, nem? Hát most ugyanúgy, én soha az életben nem tudnék szerintem elvégezni egy jogász iskolát, de mi szerintem sem. Valószínűleg egy jogász soha nem tudná azt a fizikai munkát megcsinálni, amit én megcsináltam. Szóval szerintem ez tényleg az olyan értékeket, tudást szedtetek össze az évek alatt, de ha jól tudom, akkor most is továbbra is a birkózásban maradtatok, és ezt a tudást
tapasztalatot szeretnétek átadni. Most pontosan mivel foglalkoztok, és mit csináltok manapság? Igen, ez egy... Tomi, eszik eleve, azt tudom? Nagy néha. Is. Néha is. És az egyémet is elhúzza előlem. Nem is szerettem volna elszakadni a birkozástól, szóval egyből lejöttem a szőnyegre, azt tudtam, hogy ez az utolsó, nem akarok többet, viszont azt nagyon szerettem volna, hogy a birkozásba maradjak, és a birkozásnak visszaadjak, amit én kaptam ettől a sportáktól, és nagyon örültem neki, amikor lehetőséget kaptam, hogy az U23-as válogatottnak lettem a vezetőedzője, a felnőtt válogatott mellett pedig edző vagyok, és igazából tényleg úgy oda megyek vissza, ahova eddig mentem, csak most már egy másik oldalon segítek a birkozásnak, és egy éve csinálom, amit nyilván nagyon szeretek, nagyon sokat kell tanulni, viszont ez egy új élet, és egy új folyamat. Pontosan, hogy igazából itt mondhatjuk azt, hogy nulláról indulsz, mint edző, teljesen máshogy kell megközelíteni a dolgokat, mert hiába jön nekem zsigerből, és pont az egyik edző kollégánk, az én régi edzőm, Takács Ferenc, akivel beszéljük át ezeket a dolgokat, hogy hogyan kell oktatni, hogyan kell az, hogy én át tudjam adni nekem, én oda megyek, megmutatom fizikailag, be tudok mutatni fogásokat, de hogy ott áll esetleg egy fiatal verseny, és annak úgy elmagyarázni, hogy hogyan fogja tudni megérteni, ez az igazán nehéz benne, de ezért dolgozunk, és ezért is vagyok én itt nap, mint nap, hogy minél jobb tudjak ebben lenni, úgyhogy én ezzel foglalkozom. Azért jó, hogy nincs egy ilyen űr, ezzel ki tudod teljesíti, vagy azért éreztek magatokba egy bizonyos űrt, hogy vége van, és... Nekem még nem volt rá időm. Lehet, hogy érezném, de tényleg nagyon sok feladatunk van, és nagyon elfoglaltak vagyunk. Én a Kozma István Magyar Birkozó Akadémiának vagyok a szakmai igazgatója, ahol hál' Istennek most a birkozó sportákban elindult egy olyan változás, egy olyan utánpótlás nevelés, egy olyan bázis, amit magunkénak mondhatunk, ami úgy gondolom, hogy már nagyon régóta kiárt ennek a sportágnak, és hát itt meg is hívnálak, és szeretettel várunk oda, és majd egyszer eljössz, és ezt szeretném megmutatni, meg biztos a gyerekeknek is egy motiváló dolog lenne, ha találkoznának veled, de szeretnénk, hogyha több sportágban is megjelennének olyan emberek, akik példaképek, akikre fel tudnak nézni, akik már letettek valamit az asztalra, és nem ebbe születtek bele, ez azért rólad is elmondható, igen, hogy egy elég hosszú utat jártál be, és ez azért mindig jó példa a számukra, mert gyerekként arra viszont nagyon emlékszem, hogy amikor a későbbi időkben találkoztam egy nagy bajnokkal, együtt edzettem a Majoros Istvánnal, aki már olimpiai bajnok volt, és ott sok nagy bajnok között megfordulhattam, hogy úgy el sem tudtam képzelni, hogy én hogy nem tudja ez a gyerek, ez a fiatal elképzelni, hogy nagyon hosszú az az út, és nem is lehet látni, de egy-két szóval az életednek egy-két olyan részével közelebb lehet hozni ezt az utat, hogy te honnan jöttél, te mi mentél keresztül, és eljutottál oda, amit ő még most úgy gondol, meg ahogy én is gondoltam, meg szerintem te is, hogy ez egy olyan messzi, egy olyan távoli dolog, ami talán elérhetetlen, és ez nem így van. Ezt el lehet érni, hogy tenni kell érte, és hogy... amit már százszor mondtam, hogy meg kell halni nem egyszer egy nap ezért a sikerért, azt nem lehet kikerülni. Nem tudom, hogy követitek-e az MMA-t, de ha igen, akkor van esetleg kedvenc harcosotok, vagy szoktátok nézni egyáltalán az MMA-t, van vagy az nem a annyira? Várjál. Adam. Adam. Adam Borik. Ki? Adam Borik. Ki? Nyilván azért közel hozzánk. Én azért mondjuk úgy, hogy általában, amikor MMA-ról beszélünk, akkor valamivel többet tudok, mint a Tomi. Valahogy azért azt érzem magam, hogy valamivel többet. Itt nyilván tetszik nekünk, mert ez közállami sportágunkhoz, és ez azóta meg még jobb, mert nyilván itt volt egy magyar versenyző, aki ott állt a közelébe a címmeccsnek, de ami késik, az nem múlik. Így van. Vagy ami késik, az közeledik. Vagy ami késik, az közeledik, az is nagyon ezt jó. Ezt nem hallottam. Úgyhogy nagyon szurkolunk itt, te is mondom neked, hogy az összejön ez a címmeccs, és te legyél akkor az első magyar világbajnok, de én azért igen, figyelgettem a dolgokat, nagyon szeretem nézni, igazából UFC-t, Bellator, ha tényleg ilyen meccsek vannak. Ha most kedvencet nem tudnék most így kimondottan kiemelni, nyilván magyar részről egyértelmű, de ezt én nem is fokoznám, hanem... Azért a McGregor-t csíptem. Oké, akkor te majd elmondom McGregor. Én
nyilván a Khabibnak, vagy hát mondjuk úgy, hogy azért talán egy kicsit... Mert birkózó volt, és azért éreztem nyilván azt, hogy ő közelebbnek, mert ő a jól tudom, de nyilván a szakmát ezt tudod jobban, hogy igazából ott is szinte majdnem, hogy birkózott, amikor bement. Hát igen. Hát és lent nem volt valami eladható, igazából gondolom, a UFC-nek valami mégis. Szerintem pont az, hogy Conor McGregor emelte őt fel, hogy volt az a balhé, és ezáltal most szerintem a UFC arra nyit, hogy új Khabibokat akarnak teremteni, és azért jönnek is. Hát és meg is van az új Khabib neki, mert most úgy néz ki, hogy... Csak érdekes, hogy ő hány meccse jutott a WBC címig, és hány meccse kellett eljutni a Khabibnak. Hát igen. Ott is azért látszod ezt, hogy nem egyből kajálták meg őt, mert szerintem nehezen eladható, de ezt nyilván te mondtad. Neki is kitaposta. Volt valaki. Mert nyilván vannak ezek a money fight-ok, szóval nem feltétlenül mindig. Ez más, ez nem mindig a... Nem mindig a Conornak is meg voltak válogatva az ellenfelei, sose kapott egy kemény birkózót, megkapta Khabibot, aztán ez volt, de ez más. Ez nagyon a show businessről szól. Igen. A birkózásban ott meg az a rossz szerintem, hogy ha rossz sorsolásod van, akkor az ugyanolyan, mintha rosszul adogatják neked a meccset. Igen. De nagy hasonlóság van. Ami nekem furcsa, hogy nagyon sok országban van az például, hogy sokan váltanak birkózásról MMA-ra, és szerintem elmondhatom, hogy ebben az én sportágamban a legjobbak a birkózók, akik átjönnek, hogy Magyarországon viszont egyáltalán nem nyitnak az MMA felé a birkózók. Szerintetek ez miért van? Vagy fog-e ez a jövőben változni? Vagy szerintetek jó ez így, ahogy van? Mert például azok a birkózók szoktak átjönni MMA-zni. Jó, mondjuk Szeljudó, ő volt olimpiai bajnok, de hogy akik nem érnek oda a csúcsra, aztán ez Amerikában ilyen szokássá vált, hogy nem érsz oda a birkózásba a csúcsba, vagy ha oda is érte, akkor utána átjössz MMA-zni. Azért a Szeljudó az... Hát azt mondom, hogy ő mondta. Nem, most csak ahogy gondolkozok, hogy ő úgy... Igen, ő azért a birkózásban is elég jó volt, meg aztán én nem gondoltam, hogy majd... Cornier, ugyebár olimpiai térmes. Igen, a Romero, az a egy magyar is birkózott. Romero, igen, egy-két példa van, de amúgy így visszagondolva a magyaroknál is van, és kacérkodnak vele kisebb-nagyobb sikerre, ugye most a Veréb István, aki... Ő az első, szerintem, aki úgy komolyabban profi pályafutást is. Igen. Hát ő se tartozik már így a legfiatalabbak közé, de benne azért megvan ez a profizmus, a tudatosság aztán, hogyha... Hát meg az a sok edzésmunka, amit gyerekkor óta elvégzett, azért az MMA-t nagyon sokan később kezdik el. Szerintem, ha konkrétan MMA-t kezdesz el edzni, akkor nagyon hamar kéksz, hogyha 18 évesen már profi meccseid van, az a fogyasztás eleve, hogy ilyen kemény, hogy muszáj rá vagy kényszerít, hogy ilyen sokat fogyasz, mert más is ezt csinálja, ez a tested nem bírná, meg azért kiskesztyűbe ütni a másikat. Az... Ja, nagyobb figyelem lesz már, mint úgy az MMA felé, hogy egyre több terem lesz, egyre több, vagy jön egy nagy szervezet, vagy esetleg több, vagy magyar szervezet beindulna úgy, hogy olyan marketing lenne mögötte, szerintem akkor lehet, hogy több lenne. Én az így is hallok erről arról, hogy így próbálkoznak vele. Igen, de... most már azért kezd nyitni, mondjuk szerintem nagyon nem is tudnak sok helyre menni edzeni, lehet ez az alapvető probléma, hogy nincs... Pedig nincs itt a környező országokban azért... Az nagyon megy. Azért elég magas szinten, és nagyon komoly nézettséggel. Nagyon komoly nézettséggel. Szlovákiában lejött ez az oktagon. Most még is hívtak egy gálára, minket nem bírtunk elmenni. December végén volt Prágában egy gála. Oda hívtak ki minket, oda nem bírtunk elmenni, és ott is valami, majdnem 20 ezer ember. Ha egy nagy szervezet ide betör majd, akkor szerintem más helyzet lesz. Hogy az majd mennyiben jó lesz a birkozásnak, az majd kérdezik. Nem az én hibám, nem engem keresetek. Szívom el a birkozókat. Kérdés, hiszen így is azért... Ha megnyílik az akadémiám, akkor gyertek oda. Igen, köszönjük. Szóval így is küzdünk azért, hogy a gyerekek megtartása, a gyerekek toborzása. Ez kevesebben vannak, mint régebben? Kevesebben mennek birkózni? Stagnálunk, változik. Van, hogy több, van, hogy kevesebb, nagy a lemorzsolódás, igen. Mindig újítani kell, új dolgokat bevetni, egyre fiatalabban megfogni a gyerekeket, ugye, amit mondtam, hogy 15 év ilyen, hogy óvodában, most meg már
tehát ott van minden sportág, ott van az óvodákban, szóval jó is, meg nem is szerintem ez a dolog, de hát erre tart a világ, úgyhogy nekünk ezzel kell felvenni a lépést, és hát minden eszközzel megpróbálni ezt a sportágat és ezt a sikerességet fenntartani Magyarországon. Szerintem a lehető legtöbbet megtettétek a ti pályafutásotokkal, azzal, hogy adjatok egy életpályamodellt, meg példaképeket azoknak az a kis srácoknak, akik lemennek birkózni, és mondjuk én akarok lenni, olyan akarok lenni, mint Lőrinc, Tomi vagy Viktor, az szerintem annál nagyobb motiváció nincs, szóval megtettétek szerintem, amit lehetett, és remélem, hogy minél több gyerek kezd el birkózni, vagy akár tök mindegy bármiféle küzdősportot, mert szerintem Magyarország alapvetően egy tényleg egy harcos szellem. Harcos nép vagyunk. Harcos nép, szerintem bármennyire kis ország vagyunk, és azért mégis ott mindenben van eredmény küzdősportban szerintem. Srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Én nagyon élveztem a beszélgetést, megtiszteltetés volt számomra, hogy találkoztunk, és tényleg jól éreztem magam. Remélem, hogy ti is, és köszi, hogy itt voltatok. Mi is, köszönjük Ádám. Köszönjük a szépen a meghívást. Pap 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 p